győzelemre készültünk. Úgy éreztem, hogy az első fél időben kontráljuk a mérkőzést, azt történik a pár, amit mi szerettünk volna. Sikerült megszereznünk a vezetést. A másik fél nem úgy sikerült, kaptunk két pontrugásból gólt, amit sajnos a legkönnyebb kivédeni, de hát úgy látszik, ez egy ilyen év, hogy az ellenfelek úgy rúgnak gólokat nekünk, hogy tulajdonképpen nincsen kapuralévésük. Végén hál' Isten ezzel sikerült kiegyenlíteni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy így meg kell elégednünk az egy ponttal. Vesztettünk ettől, én úgy érzem mindenféleképpen, mert meccsőszkép alapján ezt meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést. Nagyon sok munkánk volt a mérkőzésben, sajnos két puta góllal felhoztuk a Paksot, amire lehet készülni, amire fel lehet készülni, ahhoz csak oda kell állni az emberekhez. Elég szerencsétlen gólok voltak, nagyon sajnálom, de azért örülök, hogy legalább nem kaptunk ki. Most meccs után mi is láttuk a statisztikát, 18 kapuralévésünk volt, még a Paksnak 4. Nem ez az első mérkőzés, hogy egy ilyen mérkőzésen döntetlen tudunk elérni. Ez jó kérdés, hogy miért nem mennek be a lövések, vagy hogy ez miért van. Pedig rengeteget edzünk, rengeteget gyakoroljuk ezeket a lövéseket. Nem tudom, talán a koncentráció, de hát bizakodunk, csináljuk a dolgunkat, és előre tekintünk. Voltak olyan szituációk, amikor mondjuk 4-3-ba visszük, 4-4-be, abból sokkal többet kell kihozni, és rengeteget gyakoroljuk edzésen. Erre fektetjük szinte egész héten a hangsúlyt, hogy ezeket a befejezéseket, az oldalról belőtt labdákat, a lyukpasszokat, és ezek most nem ültek sajnos. És úgy érzem, hogy 1-0-nál, hogyha sikerült volna bevinni még egyet, akár kettőt, akkor szerintem véglegesen összeesett volna a Paks. Nagyon örültem neki, nagyon rég rúgtam már gólt, ilyen közönség előtt még felemelőbb, főleg hogy az utolsó percekben. Sajnos most ez az egy ponthoz volt elég. Most az elmúlt két mérkőzést meg tudtuk nyerni, jó lett volna, hogyha most az éppen tudunk nyerni. Úgy gondolom, hogy több a mérkőzés játszottunk idén, amikor pontokat hullajtottunk el, amikor győznünk kellett volna, ide sorolom ezt a mérkőzést is, még hogyha azt mondom, hogy a végén még örülnünk kellett a döntetlennek is. De hát nem tudunk mit csinálni, előre kell tekintenünk, jön a jövő héten a Győr, ott nyerni kell.